Hát hölgyek, urak, jó estét, üdvözlünk mindenkit a V8-ból, Bowling Clubból, és Mr. Bazari fellépés lesz. Telegram, illetve Mr. Bazari az énekes. Igen. És itt áll előttem Vedres Joe, a gitáros, akit hát a magyar rockzenei élet egyik meghatározó alakja. Joe, az első kérdésem... Álljunk már meg, hogy ez... Peti, várjatok már egy kicsit. Ne. Az első kérdésem az az, és ez nagyon, nagyon provokatív és fontos. Jellegzetes gitárhangzásod van. Nagyon régóta. Én mióta Bikinit hallgattam, mióta hallgatlak téged, illetve a legendában, amikor láttalak titeket, megszólal az első hang, ezt tudom, hogy te vagy. Ezt hogy tudtad megőrizni? Hát, ez egy ízlés kérdés. Ha valaki addig állítgatja azt a cuccát, ami van, amíg azt nem hallja, amit szeretne. Az, hogy kinek mi tetszik, ugye ez nagyon szubjektív. Én szeretem a középhangú gitárokat, tehát a hangszínben középhang elég erős nálam, mert az szól ki a zenéből. Tehát ezeket az, amikor magában szól egy gitár, általában a gitárosok úgy állítják a gitárokat, hogy magában otthon húj, de jó szól. Szóval amikor beállnak a zenekarba, kiderül, hogy vagy nem hallatszik a gitár, vagy mire hallatszik, annyira hangos már, hogy más nem hallatszik. Tehát én általában a zenében próbálom ki a hangzásokat, hogy szól a zene, és mellé játszom, és akkor amikor tetszik, akkor ezt úgy hagyom. De egyébként gyakorlatilag, hát mondjuk azt, hogy 40 éve nagyjából ugyanaz a hangzásom van, mindegy milyen cuccaim vannak, bár általában én bosszokat használok, nekem az jött be az a legjobban, de volt már más is, és mindig megtalálom benne azt, ami jó egy zenében, és még nekem is tetszik. Mindig meg akartam tőled kérdezni, és megkérdezem, te a szólóidat, azokat megírod előre, vagy improvizálni is szoktál? Hát ez általában, ami a lemezen van, én kitalálom a fő motivumokat, tudod? Tehát mindenképpen, mert ugye, hát a Bikiniből is látszik, hogy az embereknek belemegy ez a fülükbe, és azt is szeretnék hallani, ami ott volt valamikor. Úgyhogy én szeretek egy ilyen dallamot megírni, aztán ugye vannak, mit tudom én, attól függ hány ütem a gitárszóló. Tehát hogyha egy picit hosszabb, vagy először, akkor ott hagyok kiszélt egy kis improvizációs lehetőséget, de nem nagyon szeretek improvizálni, mert ahhoz mindig nagyon jó azban kell lenni. Az improvizáció az általában 70%-a szokott sikerülni, mert attól függ, hogy éppen akkor hogy hallod magad, hogy hallod a zenekar. Azért inkább támaszkodom azokra a dolgokra, ami megírt. Aztán néha belejátszom másokat, de a gerinc mindig egy kész dolog. Én szeretem ugyanazt játszani, amit a lemezen is hallanak. Rád mondják azt, hogy egy nagyon megbízható gitáros vagy. Tehát szakmai körökben abszolút, tehát, hogy minden gitárosnak van az életében kilengések. Te folyamatosan haladsz a magad útján. Igen. Tehát ez abból fakad, hogy én magam inkább zeneszerzőnek tartom azt, és mellette gitározom. Tehát ez a legegyszerűbb, mert... Közben a háttérben a basszusgitáros itt eloroszkodott. Köszönjük szépen! Gyakorlatilag... Tehát többféle gitáros van. Van, aki tényleg a technikai dolgokra fekteti hangsúlyt, úgy gyakorol csak azokat, és akkor ilyen patterneket egymás után játszik, és éppen ezért talán nem annyira érdekes, mert mit olyan 5 számon keresztül olyan szám lehet csinálni. Én szintén minden nap gitározom, meg gyakorlok, de soha nem engem, mindig a dallamok érdekelnek, meg az egész dal. Tehát egyben érdekel az egész. Mindig kívülről hallgatom ezt, és az, hogy még gitározom mellett, az csak egy dolog. Nagyon tetszik, amit mondtál, mert a világ afelé halad, hogy már nem gitárhősök, hanem inkább komplex számok íródnak. Hát, szóval vannak gitárhősök azért, igen. Ne vegyük ezt el. Tehát vannak tényleg olyan zseniális, de hát épp valaki mondta, hogy akármilyen gyorsan gitározol, jön egy 4 éves kínai kislány, és 5-ször olyan gyorsan gitározik. Mert valahogy ilyen a világ. Engem ez pont nem érte. Tehát engem sokkal jobban megfog egy szép dallam, egy sok jó gitárost tudok mondani, meg rengeteg példaképen is van, de mindig azért a magam útján járok. Tehát én komplett zenében gondolkodom. Te hogy látod magadat?
fejlődni kell, fejlődsz, haladsz, tehát még mindig vannak célok, amiket kitűzöl, vagy inkább már ott vagy benne, hogy a felhalmozott tudásodat próbálod valahogy szintetizálni. Hát vannak dolgok, mikor hallok egy olyan figurát, vagy egy olyan dolgot, azt megtanulom, és aztán beépítem talán a repertoárba, de igaziból már a meglévő dolgokból gitározom, mert mondom, komplexen figyelem a zenét, tehát én nagyon sok dalt írok, sokszor egyedül is, és azt nekem hallanom kell, hogy ez milyen. A fejemben megvan, és azt addig játszom, vagy ameddig így. És általában a gitárszólókat is a stúdióban én egyszerre játszom, inkább följátszom 10-szer, mert azt a lendületet nem szeretném elveszteni. Tehát lehet úgy is gitározni, és följátszom 4 ütemet, utána 2-t, akkor egymásba fűzöd őket. Tehát mindenkinek más a dolog. De én szeretem, hogy egy lendületből megy, és akkor többször följátszom, és akkor amelyik részek tetszenek, azt utána összefűzöm, megtanulom, és úgy játszom föl. Tehát én nem szeretem ezt a darabonként összekötözgetjük, mert akkor kiderül, hogy egyik pillanatban lent játsz az alsó úron, más pillanatban itt, és akkor kérdezik, hogy hú, de ügyes vagy, milyen gyorsan fölértél oda. Hogy nem jön ki a matek, tehát. Így van. Tehát. Igen, az én véleményem téged egy nagyon élő zenecentrikus gitárosnak tartalak. Tehát te... ami, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy amit te följátszol stúdióba, azt úgy játszott fel, mintha élőbe játszanál. Igen. Tehát én úgy is szól nekem otthon a dolog, hogy benne vagyok a zenekarban, tehát nincs semmi ott kész. És akkor egyszer csak meghallom, na ez jó. Azon kívül, ami lehet, hogy hátrányom is, de én néha szeretek koszosan is gitározni, tudod? Tehát van, ami, tudom, vannak szó. Beleszól egy-egy olyan ami nem... De szeretem, hogy egy kicsit koszos. Vannak olyan dolgok, amikor egy tiszta dallamot játszol, azt nem, de amikor ilyen gyorsabb futam, ami nem érdekel, hogy nincs benne rossz hang, nem úgy értem, hanem koszosabb egy kicsit, mert ugye a behúzott gitára azért szól mindenféle felhang, nem érdekel. Ha tetszik, akkor úgy hagyom. Tehát és akkor már mondták azt, hogy tehát azért játszottad volna tisztábban is, tesz, lehet, hogy játszottam volna, de ezt én játszom is, ne haragudjál, ezt tartsd meg magadnak a véleményedet, majd te tisztábban feljátszod a tiédet. Teljesen egyetértek. Én meg a másik, meg nagyon fontos, hogy gitársan a tempója legyen. Én nekem az valahogy úgy születtem, hogy az mindig volt, tehát én tényleg pontosan játszom és tempóban. Ez nagyon fontos, szerintem attól lehet használható egy gitáros, érted? Tehát én néha vicceltem, hogy én vagyok a Magyarország legjobb kísérő gitáros saját. A pontosság, meg a megbízhatóság az azért fontos. Egyébként egy zenekar volt nálunk a Rock Pagodában, és ők fogalmazták meg kicsit ilyen, hát kritikusan, hogy a magyar gitárosok, nagyon jó gitárosok vannak, de pont az, hogy nem tudnak tempót tartani, meg nem tudnak tempóba, emiatt zenekarban nem tudnak olyan úgy kiteljesedni. Igen, ez nem tudom, érdekes, tehát sokan nem tudom, hogy én pedig nem mondhatom azt el, hogy gyerekkorom a Tatjére. Mert volt metronómom ugye a zeneskör miatt, de soha nem arra gyakoroltam. Lehet, hogy mindig volt egy belső metronóm, tudod, ezt így már nem emlékszem rá, de nekem például nem volt stúdióban Tatjére játszani valami, mert teljesen természetes érted, hogy játszom. Most jön egy provokatív kérdés, aki követik a propagodát, tudják, mindig szoktam föltenni. Ez pedig így szól. Te hogy látod, mi a fontosabb egy gitárosnál? A technika vagy az érzés? Hát... Szóval az igazi a kettőnek az elegye. Tehát azért technika mindenképp kell. Tehát azért nem is a mai a régi világban is. Hát voltak olyan gitárosok is vannak, és azért fontos, hogy egy figura jó legyen. De... Hogy milyen érzése játszol, az megint jönne a font. Én azt mondom 50-50%. Tehát ha jó tempóban, jó érzése játszol, jó figurát, az a legjobb. Tehát itt nincsen az, hogy csak érzés. Érzésből hogy érted, hogy tehát csak érzésből nem lehet gitározni. Tehát kell még valami technikai tudás is hozzá. Külön nem megy. Hát, hölgyek, urak, mióta Ropagoda megvan, ez a második olyan riportom, ahol egy idoll áll velem szembe, ugye? A Trunkos András volt az első, és most Pedre Gyó. Én nagyon nagy a bikini fan vagyok, illetve a te
rajongód is, mert pont az a gitárhangzás, amit te csinálsz, az nekem mindig szíven üt. Elnézést kérek a hallgatót, a kicsit elérzékenyültem, de ez hát így van. És én azt mondom, hogy amíg mi nem unjuk a játékodat, addig ne hagyd abba. Nem hagyom, abszolút ne, nem de, de soha ne én hagyd abba. Én magamat szórakoztatom, a zenekarunk is gyakorlatilag arra van, hogy magukat szórakoztassuk. Tehát megmondom őszintén, hogy én ebben az országban szerintem már mindent elértem. Tehát engem már nem érdekel, hogy hányan jönnek el egy bulira. Én azt szeretem, hogy a zenekarunkban játszom, az jó legyen, mi élvezzük ezt az egészet. És hogyha mi élvezzük, akkor az valószínűleg lefelé is. Azt mondanak, hogy most egy provokatív kérdés. Ha hallasz valami rosszat, arra hogy reagált? Ugye amikor rádióban vagy elmész valahogy? Hát, az engem halálosan idegesít. Tehát ez a mai világ, ez itt a hangszeres tudás állatira a háttérbe szólít. Ez különben a számítógépeknek köszönhető. Hát az a probléma, hogy a számítógép egy nagyon-nagyon jó dolog. Én is használom, de nem helyettem játszik. Tehát ez nagyon fontos, hogy a számítógépet nem magad helyett használd, mert akkor nincs mese. A zene elveszi. De egyébként azt látom, hogy a komoly zenei fiatalok is egyre gyengébbek, nem is értem, hogy miért. Tehát még annak idején, mikor elindult Magyarországon az első zenei tévé, nem is tudom mi volt, még a Filip volt a... CTV volt egy ilyen, CTV is. Akkor egyszer meghívtak egy ilyen gyűlésre, ahol a vezetőség gyűlésre, és ott feltettem a kérdést nekik, hogy én ezt értem, hogy egész 24 órában játszátok a mindenfélét, de mondom, éjjel 1 és 2 között nem lehet mondjuk megmutatni, hogy Kocsis Zoltán hogy gyakorol, mert azért tanulnak majd fiatalok komoly zenét is, és őnekik ez nagyon fontos, igen, hogy az nem érdekel senkit. Mondom, gyerekek, és ti honnan tudjátok? Nem érdekel. Hát sajnos ez a zene elveszik valamilyen, nem tudom, a dallamok kivesznek. Hát én egyszer mondtam valahogy, hogy az abba, Thank You For The Music-ba, vagy a Happy New Year-be több dallam van, mint az egész magyar szakmában. Érted? Tehát ez azért mégis kikérem. Igen, az abba számokra mondják, hogy olyan egyszerűnek tűnnek, de nagyon hát megvannak. Nagyon komoly, nagyon. Én azt iskolában tanítanám azt a hangszerelést, meg ahogy a vokálok föl vannak, ahol, hát mindegy. Sok ilyen. Mi ezeken nőttünk föl, tehát még ugye nem Szalagos Magnóról kellett leszedni, igen, a Háliz együttest, ahol aztán tényleg 5 szólamban énekeltek, nem csak így. És hát Beatles, ugye, én mindig a Beatles-es voltam, vannak a Rollingosok, meg a Beatles, érdekes módon, hiába a hard rock zenésznek tartom magam, tehát a gitározás az inkább az, de hát a dallamok mindig fontosak voltak, de a Beatles mai napig összeszól a szívem, hogy mi? Ezt a Rolling-ben nem tudom elmondani. Igen, más a kettő. Én a Beatles-ben azt szeretem, hogy mertek azok lenni, akik, tehát egy eszméletlenül saját utat jártak be, és bejött. A Rolling Stones-ban meg azt szeretem, hogy néha mernek mocskossak lenni. Igen, tehát... igen. De én zenei szempontból közelítem ezt meg, tehát... Ez jött ki belőlük, érted, és ez engem megérint, tehát a dallamok, meg az akkordok, azért fontos. Azon kívül a dalok föl vannak építve, tehát ez azért jó ős lehetségek. Képzel, most mondok neked valamit. Voltálunk egy zenekar, és kérdeztem, hogy hogy építetek fel a dalokat. Hát nincsenek felépítve. Mondom, mi az, hogy nincs felépítve? Hát minek verzel, minek kizé, csak játszok. Hát, ja. Ezt mondjuk nem tudom értékelni, de hát jó, lehet így is. Tehát szóval azért sokfajta dolog van, én a progresszív rockot is nagyon szeretem, de abból is csak az, ahol azért vannak dallamok. Tehát nem szeretem ezt a célú dolgot, hogy az a lényeg csak, hogy 12-8-adban legyen, meg 6-8-ad után 9-8-ad. Szóval ezek ilyen öncélúak. Tehát igen, azért szeretem, hogy néha kiegyenesedik. Általában a jó progresszív rockoknál mindig visszamegy, mit tudom én, egy érthető részre a refrén, 4/4-re vagy úgy 6/8-ra, aminek ugye párja 4/4. Az a csodálat, hogy a progresszív zenébe, hogy amikor azt gondolod, hogy szétesett minden, akkor egyszer csak összeáll. Hát igen. És igen. Hát sok ilyen zenekar van, hát itthon nem nagyon tudok ilyen mondani. Vicky Black, a műsor kitalálója, ismerősöd, üdvözöl téged, hát, nagyon szeret téged, és mindig föl kell tennem az ő kérdését, ami így hangzik, ki vagy te? Who am I? Hát, vedes jó vagyok, ennyi. De egyszerű zenészek Magyarországon.
Én nagyon szépen köszönöm a riportot, és legyél még sokat, sokáig velünk. Abszolút. És aki egyszer eljött a roppagodába, mert a roppagoda család tagja, úgyhogy üdv a családba. És hölgyek, urak, ahogy mondtam, én most egy kicsit rajongó is vagyok, nem szoktam rajongó lenni, tehát ez a második eset, de én szeretném megköszönni neked azokat a csodás harmóniákat, és azt a hangzást, azokat az akkordokat, azokat a szólókat, amiket annó írtál, amik mai napig, hogyha szarnap, elnézés, rossz napom van, nem jön, beteszem a Mondelt, és rögtön valahogy rájövök, hogy nem is hát olyan igen, rossz ez az egész. Közös munkás volt, tehát ez... Úgyhogy nagyon szépen, és még sokáig ír nekünk jó dalokat. Hát most a Telegram. Most a Telegram, és a Telegram is egy nagyon jó zenekar, úgyhogy tessék Telegram koncertre járni, mert hogyha a Vedres Joe-t akarjátok hallani, akkor egyértelmű, hogy hallani a fogjátok. Én csak egy tagja vagyok. Jó, átfogalmazom, tehát hogyha azt a zenekart, amiben Vedres Joe játszik, akarjátok hallani, így jó. Hát, mert jó, úgyhogy köszönöm szépen a riportot. A végén az a kérdésem, mit üzensz a nézőknek, mit üzensz úgy általában, van-e Vedres Joe-nak üzenete? Abszolút, forduljanak vissza a zenéhez, próbáljanak zenét hallgatni, kezdjenek a 60-as, 70-es évektől. Higgyék el, nem fognak semmit sem veszteni. Én nem azt mondom, hogy mostaniakat ne szeressék, ez is lehet, de azért jó a régieket is ismerni. Sokat lehet belőle tanulni, fejlődni, érzelmileg, mindenhogy, higgyétek el. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.